Az elmúlt hétvégén három személyi sérüléssel járó balesetben 4 ember sérült meg Tolna megye útjain, közülük 2 súlyosan. Az egyik szerencsétlenséget egy figyelmetlen bátai sofőr okozta, aki tolatás közben nem adta meg az elsőbséget az úton haladó motorosnak, ezért összeütköztek. A karambol következtében a kétkerekű sofőrje súlyos sérüléseket szenvedett. A másik motorkerékpáros baleset Fácánkerten történt. Ismeretlen körülmények között elveszítette uralmát a motor felett és elesett, ezt megelőzően egy fának ütközött. A balesetben a motoros súlyos sérüléseket szenvedett. Az adatai ellenőrzés során kiderült, hogy a férfit a vezetéstől eltiltották egy korábbi általa elkövetett cselekmény miatt. A nála végzett alkoholszondás ellenőrzés is pozitív értéket mutatott, amely azt jelenti, hogy vélhetően ittasan vezette a járművet. A harmadik baleset Bölcskén a Duna töltésen történt, ahol egy szintén ittas sofőr ismeretlen körülmények között letért az útról és elvesztette uralmát a járműve felett, majd az az oldalára borult. A 23 éves sofőr és utasa is csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A balesetek megelőzése érdekében szeretnénk felhívni minden járművezető figyelmét, hogy a nyári melegben fokozott óvatossággal közlekedjenek és vigyázzanak egymásra. Itt szeretném megemlíteni, hogy az ittas járművezetés önmagában is bűncselekmény, hogyha meghaladja 0,25 mg per liter értékhatárt az alkoholszondás ellenőrzéskor a járművezető szervezetében lévő alkoholmennyisége. Az alkohol hatására megnő a reakcióidő is, ami könnyen balesethez vezethet. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője arra kéri a lakosokat, hogy ne vezessenek, ha már fogyasztottak alkoholt.